A Bertók László költészeti díj első díjátadó ünnepségén Parti Nagy Lajos Kossuth díjas magyar költő, drámaíró, író, szerkesztő, kritikus vehette át a díjat. Az irodalmár számos díjat kiérdemelt már életében, ez most mégis az egyik legfontosabb számára. A tavaly elhunyt Bertók László nem csak kortársa, barátja is volt. Nagyon sokat jelent. Ez egy egészen másfajta díj, mint amiket én eddig kaptam. Mondhatnám azt is, hogy sajnos. Ugye a barátomról elnevezett díj, hát nagyon örülök, hát Pécset, meg nagyon, hát erre most az ember mit tud mondani, köszönjeket tud mondani, igen, nagyon örülök, és tényleg nagyon köszönöm a legőszintébben, ahogy ezt lehet, és nagyon fontosnak tartom, hogy ez a díj, ez megszületett, tényleg azért, ami az alapító levélben is van, hogy a kortárs irodalomra hívja fel a figyelmet, és Bertók Laci emlékét minél teljesebben őrizze meg, hiszen ez nagyon fontos ahhoz, hogy ez az életmű, ez bent legyen és bent maradjon a magyar irodalom körforgásában olyan központi helyen, ahol a helye van, és ahol megérdemli ez a díjnak a legfőbb értelme, az külön nagyon jó, hogy ennek én vagyok az első díjazottja. A jelenkornál eltöltött 7 esztendő élete talán legfontosabb időszaka volt, sokat jelentett számára. Minden. Az, hogy egy olyan emberekkel dolgoztam, egy olyan lapnál dolgoztam, amelyik túlzás nélkül azt mondom, hogy az ország akkor legjobb, de talán egyik legjobb irodalmi lapja volt. Fantasztikus emberek között Bertók, Csorba, Szederkényi, Csordás, nem tartok népsorolvasást, és hát akiket pedig közöltünk az előbbieken kívül, hát a magyar irodalomnak a java, és nagy öröm azt látni, hogy azóta is a javához tartozik. És ez a város akkor 79 és 86 között, hát akkor volt hozzám természetesen a legközelebb, mert itt éltem. Sokat, nagyon sokat, hát az életemnek egy fontos eleme. A díj egyik alapítója, aki az anyagi támogatást biztosítja, Bertók Attila, a költő fia. A jelenkor szerkesztőségével elhatározták, hogy 2021-től kezdődően minden év december 6-án, Bertók László születésnapján díjaznak egy a bertóki életműhöz méltó költői teljesítményt. A díj összege pedig 1 millió forint. Ágoston Zoltán a jelenkor főszerkesztő volt az, aki még a temetőben, a temetés után oda jött hozzám, hogy van egy ilyen ötlete, és hogy meg kéne ezt csinálni, és akkor én hát persze teljes messzességgel mögé álltam, és nagyon fontos, én ezt ígértem meg a halálos ágyán édesapámnak, hogy megpróbálom megőrizni az emlékét, ápolni, ez az én kötelességem, és ezt gondolom, hogy ennek ez a formája ma este, ez nagyon méltó megemlékezés róla. A díj alapításának ötlete Bertók László iránt érzett szeretetből, abból hiányából fakad, amit maga után hagyott, mondta Ágoston Zoltán, a díj szakmai hátterét biztosító jelenkor irodalmi folyóirat főszerkesztője, a díj másik alapítója. Amikor itt hagyott bennünket, akkor utána nagyon rövid időn belül azonnal arra gondoltam, hogy ezt mindenféleképpen ezt az életművet és ezt az embert, amilyen ő volt, ez az autonómiája, ez a függetlensége mindentől, és az a költői életmű, ami itt Pécsen kibontakozott az elmúlt jó pár évtizedben, az mindenképpen arra kötelez bennünket, hogy mi ennek méltó emléket állítsunk. És akkor hát a gondolat az nagyon egyszerű volt, az nagyon, nagyon könnyen és nagyon természetes módon jött, a megcsinálása az egésznek, az már egy másik kérdés, tehát az rengeteg munkával járt, hogy a mai napon itt megtörténhet ez az átadó ünnepség, megtörténhetett. A díjátadón a társművészetek részéről nagy volt az együttműködési készség. A műsor gazdag repertoárja is ezt igazolja. Például a Szélkiáltó Együttes megzenésített Bertók verseket adott elő. Balog Máté Hangyák indulója címmel komponálta Bertók ihlette művét, mely ősbemutatóként hangzott el a Pannon Filharmonikusok előadásában, majd szintén Balog komponálása az Intráda csendült fel közvetlenül a díjátadó előtt. Bertókot már középiskolás korom óta ismerem, itt tanultam Pécsen, középiskolában, a művészeti szakközépiskolában, és ott foglalkoztunk vele. Egyszer meg is hívták oda, mint vendégköltőt, és kérdezhettünk tőle, mint diákok,
és úgyhogy ez nekem egy régi kapcsolat Bertókkal. Itt tényleg a Bertók költészetéből indultam ki, megpróbáltam azokat a képeket a zenékben ábrázolni, amik a verseiben előfordulnak, ez tehát egy nagyon egyszerű kapcsolat. A második mű, az bonyolultabb, az Intrada, ami a pécsi városháza harangjátékát dolgozza fel. Minden órában ugye megszólal a pécsi harangjáték, a városháza, amit a pécsiek jól ismernek. Én ezt a jól ismert dalamot dolgoztam fel ebben a műben, amit egyébként azért rendelt tőlem a filharmonikusok, hogy a díjátadás közben szóljon, mint egy szignál. Tehát ha jól tudom, akkor ez majd máskor is el fog hangozni, amikor átállják a következő években ezt a díjat. Most pedig, amire készülünk, az Intrada szólal meg. Tulajdonképpen ez egy zenei logó, ha szabad így fogalmazni, de sokkal inkább ez mondjuk az alkalmazott zeneszerzés világába tartozik. Arra gondoltunk Ágoston Zoltánnal, hogy tekintettel arra, hogy ez a díj ez egy a távoli jövőben is elképzel díj, amelyet majd minden évben átadásra kerül, akkor is legyen ott egy zenei anyag, amikor a Pannon Filharmonikusok nem lehet ott. Tehát mint egy, ha a néző képzelje el úgy, mint egy Oscar díj átadás, hogy a díj, amikor a laudáció megtörténik, és mielőtt kimondják a nevet, hogy ki a díjazott, csendüljön fel egy zene. No, ez az Intrada, ez ezt a célt szolgálja, bár egy pöttyet hosszabb, mint ami egy fanfár jellegnek megfelelne, hiszen azért ez is egy 4 perces mű, de jellegében tökéletesen illeszkedik egyrészt a díj névadójához, Bertók Lászlónak a szellemiségéhez, másrészt pedig hát alkalmas arra, hogy ezt a funkciót betöltse. A Bertók László költészeti díj létrehozásával a cél egyrészt a névadó emlékezetét, másrészt a kortárs magyar költészet jeles alkotóinak elismertségét segíteni.